A munkahelyi stresszről szólt a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara Humán Klubjának novemberi rendezvénye. Itt az előadók beszéltek arról, hogyan oldhatják a munkahelyeken a stressz okozta helyzetet, ami kihat a hatékonyságra is. Ez a fizikai dolgozók szintjén is meg tud jelenni, de a vezetők szintjén még inkább. A vezetők, vagy az úgynevezett fehér gallérosok szintjén talán még fontosabb az, hogy azt a fókuszálást, amit megkíván mondjuk egy vezetői munka, ezt nem tudják olyan hatékonyan megtenni az ilyen stresszes szituációkban. Nagyon sokszor kiégéshez vezet ez a helyzet, tehát akár egy tartós egészségkárosodást is lehet kapni ettől, vagy egy tartós depressziós állapotba lehet kerülni. Tehát mindenképpen nagyon káros. Éppen ezért összegyűjtötték azokat a módszereket, amiket a különböző cégeknél alkalmaznak a stressz kezelésre. A Humán Klubban az előadások mellett kerekasztal beszélgetésen vitatták meg ezeket. A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarában közel 50 cég vállalkozás képviselője volt jelen a Humán Klub novemberi rendezvényén.